Üdvözlök mindenki! Hajón vagyunk. Mai nap. Granvóza. Porto. Nem is tudom, mi ennek a hajónak a neve. És megyünk Granvózára, valamint Balos Lagunába. Hát fent már egy hely sincsen. Nagyon sok volt a idefele a autóforgalom. Elég későn értünk ide már. Nem az az első hajó, mert egy már megy kifele. Hát a többit majd, ha kiszálltunk. Kicsit feljöttem a fedélzetre. Nagy a tömeg. Mindenhol. A kikötő, ki tudja hány hajó megy ki egy. És ezt a félszigetet kerüljük meg, ami most mutatok. Hát majd ott meg meglátjuk, mit lehet látni. Ez az út. Aki autóval akar menni, az azonnal kavicsos úton. Ami ott látszik, hogy csak a nyoma egy oldalba, azon kell menni, de nem vállalnak semmit rá. A biztosító a bérautóra azért jöttünk, mint is szervezetten. Elindultunk a hajóval, hát egy kicsit koszos itt az ablak. Veri a farád a hullámokat, majd elmegyek később kicsit körülnézni. Ennek a túloldalán van Balos Lagun. Akkor újra videó, most már vissza a kikötő fele. Kék víz. Hát egyelőre csak ennyi. Akkor lassan kiérünk a félszigettől. Az a sziget ott külön két granvóza, és melyik-melyik nem tudom. És megkerüljük, és azért látom, azon van az erőd, ott. Hát oda fel kell majd menni, majd meglátjuk. Itt már komolyan hullámzik, úgyhogy lötyög a hajó rendesen. Silány sirályok röpködnek itt mögöttünk. Itt a félsziget vége. Az egyik sziget. Megérkeztünk a hajóval, kiszállás. Elég turista mágnesnek tűnik az egész. Az ott a lagúna, ez pedig a tömeg. Az ott a Granvóza sziget, majd oda is megyünk. Most egyelőre itten a kisorolás. Egyébként a víz tényleg nagyon szép, tiszta. És ez a csónak volt a miénk. Az autóval pedig onnan jönnek, gyalog le a hegyen keresztül. És ott, arra messze, az a lagúna. Ezért jön ide ez a rengeteg ember. Hát mondjuk másznivaló van, meg szép a táj. Itt van egy kilátópont, nem sokára felmegyek oda, azt onnan készítek valami képet, vagy étterem, taverna, nem tudom. És innen látszik a Granvóza sziget, mind a kettő. Így látszik, ott van a sarkon az a, azt hiszem, az lesz az erő.
Fordulj meg! Meg egy gyere! Ágyi, fordulj meg! Meg egy gyeletet! Ilyen kemény! Hát akkor ez lenne a laguna. Ide jön az a sok ember. Ott át lehet batyogni a másik felére. Mindjárt egy pillanat. És ott van egy taverna, étkező vagy akármi, de ott már vízicipőben lehet szerintem csak átmenni. A színe szép, de eszméletlen nagy a tömeg. Itt a tintakéktől oda felmegyek, megnézem ott, mit lehet, mit sem, mert még a hajóból mindig szállnak ki. És akik autóval jönnek, azok pedig itt szembe, mindjárt mutatom, azon az úton, hol van, ott van, ott lehet is látni, jönnek le. Azoknak át kell mászni ezen a hegyen. Hát itt úgy látom, csak sétálgatnak a vízbe, a fürödni nem nagyon érdemes. És itt meg már a nyílt tenger fele látszik az öböl. Akkor följöttem ide, nem tudom mi van itt. Talán kilátópont. Hát a hajóra lehet kilátni. Többire. Kifele, ahol bejöttünk. Na most folynak le a hajóról. Hát árnyékban 33 fok. Napon 45. Hát mindenki eldönti, hogy ez érdemes-e. Hát itt lehet, hogy toalett van. Habár ez egy kis kápolna, ahogy nézem, de zárva van. És akkor kilátás a nyílt tenger felé. Arra van nyugat, innen már csak Szicília meg Olaszország következne. A környék nagyon szép egyébként. Ez lenne a Balos Laguna. Hát akik autóval jönnek, többet tudnak itt lenni, ugye itt a hajónál mindenképpen menetrend van, ha be sem tartják, akkor is. Valami úszóak alkalmatosság, nem tudom, mire használják. Hegyek. Aki ide készül, hát nem találtam még WC-t. Innivalót is, és értem, kaját is kell hozni, mert meg olyan cipőt, papucsot, ezek a sziklák rendkívül értesek, úgyhogy a vízben pedig nagyon csúszik minden. Hát ennyit róla, többet nem tudok. Kikötöttünk Granvózán. És ott van fent a fellegvár. Oda kell felmenni. Hát aztán majd meglátjuk. Meddig? Megint kigyózik az embersor. 5 órakor indulunk, másfél óránk van. Lesz idő, felmegyünk, ha nem, nem. Hát nem tudom, az előbbi felvétel milyen lett, mert nem ezzel vettem nyava egyemeg. Így meg újra kezdem. Felértünk, érdemes feljönni. Szép a kilátás nagyon. Rendkívül meleg van egyébként, mert árnyékban 31 fok. Itt is vannak valami szigetek, hát én nem tudom. Mik?
elmegyünk körbe, aztán menni kell, mert indul a hajó. Nem szeretnénk lekésni itt éjszakázni. Így néz ki felülről. Ott van a lagúna szemben, honnan jöttünk, ott a hajó áll egy szem. Itt a kisebbik a mi hajónk. Itt a kikötő. Itt meg a csúszza lefele. Kecskeszor is van itt, úgyhogy járkálnak erre. Makkecskék is. Azoknak való terep egyébként. Hát ez a krétának talán a legnyugatibb része. Ja, még vissza egy kicsit, ott van az előbb, nem tudom, benne volt a kápolna, vagy templom, hogy mi lehet ez. Tehát már romos. Lassan elindulunk visszafele. Hát így néz ki az erőd, belseje, hát sok minden már nem látszik, hogy romokban van. És akkor mai napra talán be is fejezem a Balos Laguna és a Granvóza. Visszatérve ide a Balos Lagunáról, a Granvózáról, Kréta hegyei, szép a környék, érdemes eljönni. A lagunában én nem nagyon találtam föl magam, mert nagyon meleg van, se WC, legalábbis a közelben nagyon messze volt. Ráadásul irtózatos meleg van ott a katlanba. Tehát majd mindenki eldönti, ha látja, hogy érdemes-e. Ezzel mai napra be is zárom. Innen Granvózáról a Castle-ből. Azt még valamikor talán a velenceiek építették ezt az erődöt. Hát viszont látásra majd legközelebbi filmnél. Iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok, ha tetszett. Jó filmnézést, viszlát!